Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy egyszerű gondolatot szeretnék megosztani a KDN Live-val kapcsolatban. Mi az, ami engem zavar a KDN Live-ba? Nyilvánvalóan minél többet használja az ember a programot, annál több idézőjelben zavaró hiányossággal fog találkozni, ami jobb lenne, hogyha másképp lenne, esetleg úgy lenne, hogy én kitalálom, de nyilvánvalóan nem úgy szokott működni a dolog. Na hát, mi az, ami nekem problémás mindig? Az, hogyha felveszek egy videót, abból nagyon-nagyon-nagyon sok mindent ki kell vágni, üres helyek, egyebek, akár egy lélegzetvételnyi hely is, a kivágás, az eltávolítás művelete a KDN Live-ba viszonylag összetett, illetve sok lépcsőből áll, sok kattintásból áll. Hogyan vágunk ki és tüntetjük el az üres helyet a KDN Live-ba alapesetben, alapbeállításban? Természetesen úgy, hogy kijelöljük a vágóeszközt. Oké, természetesen az X lenyomásával, X betű lenyomásával is meg tudod ezt tenni, tehát nem kell az egeret oda vinni. Nagyon kényelmesen vannak itt a gyors billentyűk elhelyezve, illetve természetesen a KDN Live nagy előnye, hogy át is írható. Na hát ez kitérő volt. Oké, az X és az S használatával ezeket az ide kattintásokat, oda kattintásokat ki lehet kerülni. Na hát az X-el kijelöltem, tehát megkaptam a vágóeszközt. A vágás úgy működik, egy darab, egy kis kliprészlet eltávolítása, elejére kattintunk, a végére kattintunk, akárhogy számolunk, ez vagy egy billentyű lenyomás plusz kettő kattintás, vagy három darab kattintásból áll. Oké, a következő lépés, megnyomjuk az S-et, vagy a mutatóra lépünk, kijelöljük azt a területet, amit el akarunk távolítani, azt a felesleges részt, és egy delete-et nyomunk. Oké, a következő probléma, hogy ez az üres hely, amit én kivágtam, nem tűnik el. Hanem mit kell csinálni? Ide megyünk, rákattintunk, üres hely eltávolítása. Eltávolítja a program. Hogyan lehet megoldani, illetve egy picit meggyorsítani? Itt van egy olyasmi, hogy normál mód. Normál mód az normál mód, én általában ezt használom, nem is nagyon keresgéltem másik megoldásokat, nem is nézegettem ezt az insert egyéb megoldást, de egy fórumon felhívta a figyelmemet egy srác, hogy bizony, hát ezt így meg lehet oldani. Hogyan lehet ezt meggyorsítani? A normál módot áttesszük insert módra. Én bevallom őszintén, eszembe nem jutott. Hozzáteszem, eszembe nem jutott, hogy az insert módot használjam arra, hogy valamit eltüntessek, és utána az üres helyet eltüntessem, hiszen az insert mód gyakorlatilag mit jelent? Beillesztést. Hát bizony nem beillesztünk, hanem eltüntetünk. Nézzük is meg, hogyan működik. Nagyon kényelmes, mert csak át kell váltani egy listából valamit, és utána vissza tudod váltani, hogyha nem ezt a módot szeretnéd használni. Hát természetesen megint kijelöljük a kettő végét, majd az eset lenyomom, és kijelölöm azt, amit el szeretnék tüntetni, és delete, és összeugrik. Szuper, nem? Szuper dolog! Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki ilyen kis tippeket akármilyen fórumon megoszt, hiszen így jutunk előbbre. Mivel Zoltán volt olyan kedves, hogy beírta a cikkem alá, illetve bejegyzésem alá ezt a kis trükköcskét, én úgy gondolom, viszonzom a szívességet, felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy neki van egy csatornája, ami videóvágással foglalkozik, a videó leírásba be fogom linkelni. Ezen a csatornán nagyon sok érdekes videóvágási tippet, trükköt fogsz megismerni, nem a KDN Live-val, nem a Cinelerrával kapcsolatban, hanem jellemzően a Shotcuttal. Az is egy videóvágó program, én kevésbé használom, meg van ennek természetesen az oka, nem lehet 20 félét használni, de mindenkinek jó szívvel ajánlom a belinkelt YouTube csatornát. Érdemes körbenézni egy-két érdekesebb tippért, trükkért. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!